Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Városrészek titkai című műsorunkban Székesfehérvár csodás és változatos városrészeit keressük fel. Ha már a változatos szót használtam, a Ráczhegyről, ahol legutóbbi adásunkban jártunk, tényleg elmondhatjuk, hogy változatos, hiszen az iparát tekintve, mint ahogy a történelmét tekintve, sok mindenben válogathatunk vendégeinkkel, akik most is itt vannak velünk, hiszen a Ráczhegy annyi titkot tartalmaz, hogy nem tudtuk egy műsorban megbeszélni, és innen kell folytatnunk. Vendégeinket köszöntöm tehát szeretettel, elsőként a műsorsorozat állandó szakértőjét, Váci Márk történészt, a Városkutató Intézet topográfiai munkatársát. Köszönöm, hogy most is itt vagy. Én is köszönöm, hogy megint itt lehetek. És a Ráczhegy nagy szakértője is itt van velünk, Kálmán Béla, okleveles építőmérnök, akit szintén nagy szeretettel köszöntök. Köszönöm, hogy újra itt lehetek. Ráczhegyről, ha beszélgetünk tovább, nagyon sok ipari létesítményről lesz szó, és ipartörténelemről lesz szó, de mielőtt ebbe belevágnánk, szükség van egy kis ismétlésre. Mondjuk el, hogy mettől meddig tart a Ráczhegy, segítsünk behatárolni elsőként. A Ráczhegy a Budai út és a Seregélyesi út között elterülő terület, igazából terület része Székesfehérvárnak. Az Öreghegynek egykori nyúlványa, egy szőlőgyümölcsös terület a talaj adottságai miatt. Itt elsősorban kertkultúra és gyümölcskertészet alakult ki, és aztán később vált ez a Maroshegyhez, illetve az Öreghegyhez hasonlóan a lakóterületté, már a 20. század 30-as, inkább a 40-es éveiben, és ehhez a területhez hozzávettük még a Seregélyesi útnak a túlsó oldalán elterülő albaipari zónát, illetve az ide kapcsolódó létesítményeket, tehát azért ezekről is fogunk majd beszélni, különösen a mostani adásban, hiszen ugye múltkori alkalommal inkább a vallási életet, a kultúrát és az oktatást vizsgáltuk meg, illetve az egészségügyet, a kórház kapcsán ma pedig az iparról, illetve némileg a lakóépítkezésről is szó lesz. Székesfehérváron működik néhány, illetve működött néhány olyan üzem, ami beírta magát a város történelmébe. Nagyon-nagyon sokaknak adott munkahelyet. Említhetjük itt az Ikaruszt, a Videotont, de van két olyan üzem, ami éppen a Ráczhegyhez köthető, és ezzel a témával fogjuk akkor folytatni, tehát Ráczhegy és az ipar. Ha azt mondom, hogy köfém, én szerintem a városban mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Mit tudunk felhozni a köfém múltjáról, amellett, hogy tudjuk, hogy 80. évfordulóját ünnepli 2021-ben. Hát a nagy múltugyárak közül tényleg talán ez az egyetlen, ami még most is működik, hogyha figyelembe vesszük, illetve hát az Ikarusz is nyilván most már ismét, bár ugye jóval kisebb lendülettel, de azért megint csak működésbe lépett. A köfém az tényleg igazából 1941 óta folyamatosan működik, néha ugye a névnek az előtagjai változtak, főleg a rendszerváltás után, de hát a köfém név az mindig megmaradt. 1938-ban kezdték el egyébként az iparfejlesztést ezen a területen, a mai gyárterületen, ugye a Gánti Bauxit bányára alapozva létrejött egy részvénytársaság, ami ugye a székesfehérvári székhelyű alumíniumgyártást kezdte elindítani tulajdonképpen, és az első csarnoképületek meg is valósultak, majd aztán néhány évtizeddel később, az 50-es években volt egy nagy fejlesztés, majd a 60-as, 70-es évek fordulóján szintén, illetve a 80-as években a rendszerváltás környékén követte ezt egy újabb, és így jutunk el gyakorlatilag napjainkig, amikor ugye folyamatosan változó tulajdonviszonyok, illetve a különböző gyáregységeknek a különválása révén ugye megint csak különböző technikai és építészeti fejlesztések zajlanak. Viszont azt mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy hasonlóan például a Videotonhoz, az Ikaruszhoz, itt olyan kapcsolódó létesítmények működtek, mint például a kultúrház, ami egyébként most is van. Volt ugye saját sportcsarnoka magának a gyárnak, tulajdonképpen ma is létezik. Sor került itt a 70-es években egy alkotótáborra, egy szobrász szimpóziumra tulajdonképpen, aminek kapcsán alumínium szobrok tekinthetők meg a gyárnak a területén, ezek nagyon érdekes alkotások.
Ugye saját lakótelepe volt, illetve van ma is a gyárnak, bár ma már azért kevésbé az egykori dolgozók és családtagjaik lakják, de elmondható, hogy van egy köfém lakótelep például Székesfehérváron, illetve amiről még majd a későbbiekben szót fogok ejteni, az az Alumínium Ipari Múzeum, ami egyrészt ugye a köfémhez mind gyárhoz kapcsolódik, másrészt pedig a hazai alumíniumgyártást is bemutatja. A köfémhez tartozó alapítvány pedig sokban segíti a város életét, azért ezt is érdemes megemlíteni, hiszen nagyon sokaknak segítettek már az elmúlt évtizedekben, és ezt jelenleg is tapasztalhatjuk. Ha beérünk Székesfehérvárra a Budai úton Budapest felől, akkor gyakorlatilag rálátunk a köfém telepére, és aki hosszú ideje utazik ezen az úton, tapasztalhatja, hogy egyre nagyobb és nagyobb ez az üzem, ami tulajdonképpen csak jó hír, de azt hiszem, hogy a múltra is vissza kell néznünk, hiszen, kedves nézőinknek mondom, hogy ahogy a Városrészek Titkai című sorozatban eddig is, most is vannak csemegéink, régi archív felvételek, és a Fehérvár Televízió kollégáinak köszönhetően jelenlegi felvételeket is tudunk megmutatni, és már látják is nézőink ezeket a képeket. Néhány szóval azért mondjuk, hogy mit látunk. Hát igazából a meleghengerműről, illetve a széles szalaghengerműről hoztam, illetve hoztunk Bélával néhány képet. Az MTI archívumában is megtalálható, illetve ezek a kisebbek, például ez a hajó, ugye a köfémben, ugye az alumínium gyártás kapcsán például hajózáshoz szükséges alkatrészek és komplett hajótestek is készültek például, illetve különböző lemezáruk. Ezeket például egy 1959-es Fehérvári Kalóz című kiadványban már láthatjuk. Ez egy 50-es évek végi, 60-as évek elejé villanyszerelési munka, amit éppen bemutat a fotó, tehát azért vannak technikatörténeti érdekességek. Ez ugye egy relikvia, egy köfém kitűző, 1971-es, itt is láthatjuk, a hengermű avatás alkalmából adták ki, ennek az elő és a hátlapja látható itt a képeken. Ez pedig, ha jól tudom, akkor ez a hengermű, igen, a széles szalag hengermű, tehát ezeket hoztuk be illusztrációként. A 70-es években, például 1972-ben, amikor Székesfehérvár 1000 éves évfordulóját ünnepelte, természetesen az üzemek és a látványosságok között a köfémet is kiemelték, tehát a színes fotókon ez látható, illetve a 80-as évekből és a rendszerváltás környékéről is azért hoztunk néhány fotót. Ebből is jól látható, hogy hogyan változtak ezek a létesítmények, hogyan alakultak. Ezek viszont már mai fotók, is itt adnám át a szót Bélának, hiszen ő fog az építészeti technika történeti érdekességekről mondani nekünk néhány szót. Közben egy pillanatra meg is állhatunk a fotókkal, hiszen egy picit előre szaladtunk, és majd innen folytatjuk a képek megtekintését, de akkor tényleg Kálmán Béla felé fordulunk, hogy a köfém újkoráról mondjon néhány szót. Hát elég régre kell visszatekinteni, ez a hengermű épülete, amit nem nagyon jellemzően, de itt az építész is meg kell említeni, Farkasi Pólynak hívják, és a szerkezet tervező pedig dr. Mennyhárd István, akik ketten olyan épületet hoztak össze, amiről gyakorlatilag csak pozitívokat lehet mondani. Ha megnézzük a szerkezetét, akkor ugye van erőjáték zajlik itt a szerkezetben, amit csak vékony, úgynevezett vasbeton hészerkezet tud. Magas fesztáv átidalására, vékony szerkezettel terelhetően nyomott a szerkezetnek a belső erőjátéka nyomott, tehát nem kell a vékony szerkezet meghúzni. A szerkezetről annyit, hogy a Mennyhárdnak a találmánya volt ez, a belső pillérek, 15 méterenként haladó belső pillérek, fölfele szélesedő V-alakú szerkezet előnye, a ráterelő darupájának a rövidülése miatt nagyobb terelhetőségű darupáját lehet föltenni. Ezekkel a 4 méter széles belső viszintes elemeket támasztjuk alá. E fölé két oldalról egy-egy előre elkészített gyűrűszerű kiváltó helyezkedik el, képen látni lehet, és ebbe van belógatva utólag az összesen 6 centi vastagságú kéregbeton. Az elkövetőről, a Mennyhárdról azt kell tudni, hogy ő neki már ezt megelőzően is elég sok hészerkezetű épülete készült el az országban. 1941-ben a Hamzsavégi autóbusz pályaudvaron, végállomáson egy 82 méter fesztávolságú csarnokot fedett le egy donga szerkezettel,
ez a világon, ez volt abban az időben az egyetlen ilyen nagy fesztávolságú lefedés. Tehát a Mennyhárt nevéhez azért elég komoly, hogy mondjam, szerkezetépítések fűződtek hozzá. Visszatérve az egész épületre, ez a mélyített rész és a donga rész között, látni a felvételen, üvegfelület van, ezzel a csarnoknak a bevilágítását megoldották az alkotók, az üvegszerkezet nyitható ablakain keresztül a lég kibocsátást, a szellőzést meg tudták oldani. Tehát én azt mondom, hogy nem csak a korát illetően, hanem a szerkezeti megoldásait illetően is igen tiszteletre méltó az alkotópáros. Még azt kéne róla elmondani, hogy ez a ház igazándiból az akkori építés technológiára készült. Tehát ma egy épület tervező kap egy feladatot, akkor ugye azt keresi, hogy mi zajlik abba a házba, és arra húzza rá az épületet. Ez abban az időben egy biszintes hengersorra kellett, hogy ráhúzódjon. Ma már a mai technika nem igényelni ezt, hanem ma már azért lehet függőleges irányvezetéssel és a hengerlését alumíniumnak csinálni. Ott látni lehet azt a bizonyos pillért. Visszatérve a Mennyhárdra, az ő héj építészeti tudása azért egy kicsit iránymutató volt. Én emlékszem, egyetemista voltam, amikor hát ezekről tanultunk, és sok mindent bemutattak. Volt egy professzorunk, a Lux László professzor, Bokány Frigyes professzor úr, aki járta a világot, és diaképeket készített. Amikor az ő előadásai voltak, akkor mindig teltház volt. A Duna másik oldalról még a jogászok is beültek oda közénk, és élvezték az előadást. És ott ragadott meg én nekem emlékeimbe egy gyönyörű épületsor, nem egy több is, egy olasz építész, a Luigi Nervi, sportcsarnokokat és különböző lefedéseket készített. A 1960-as római olimpiára készítette el a Palazzetto dello Sport épületét, képen látható. Ha valaki ezt betonból megcsinálja, az a Nervi, gyakorlatilag a halasi csipke készítők hozzájárhattak tanulmányútra. Ez az egész egy úgynevezett ferrobeton, tehát vasbeton elemekből készült, és előre gyártottan készült. Ezek egymásra támaszkodva alkotják ezt a közel 60 méter fesztávolság lefedését. Ez egy durván 2700 négyzetméteres csarnok, kosárlabda pálya olimpiára, 3500 fő befogadó képességgel. Ennek az épületnek a mintájára rengeteg olyan épületet készített, tehát azt gondoltam, hogy ezt be kell mutatni, nem csupán a köfé, mert egyáltalán a vasbeton héj építészetet, ami egy picit mostanában már nem jelenik meg. Nem tudom, mi az oka, talán a gyorsaság, előre gyártva gyorsan lefedünk nagy fesztávolságokat, lehet ilyenre is majd példát találni, majd remélem szót kapok még ahhoz. Tehát én azt gondolom, hogy itt a külső része is egy kicsit abitasnak tűnik, de belülről az egész annyira feldobja az embert, annyira látványos, annyira könnyed, amit vasbetonból szinte hihetetlen, de elkészült. A köfémmel kapcsolatban még van néhány képünk, még egy csodálatos drónfelvétellel is megleptek bennünket kollégáink, úgyhogy ezt is megnézzük, hiszen aztán mennünk kell tovább. A Ráczhegyen sok minden van még, amiről beszélni tudunk. Még a kollégák ezeket a képeket is megmutatják, nézem én a monitoron, majd csak megjelenik előbb-utóbb. Addig felvezetem már a következő témát, mert magamat is meglepett, és biztos vagyok benne, hogy rajtam kívül is vannak olyanok, akár itt Székesfehérváron, akik nem tudják, hogy a nagymúltú Szent István Király Múzeum és az értékes Egyházmegyei Múzeum mellett alumínium ipari múzeum is van Székesfehérváron. Ráadásul meglehetősen hosszú múltra tekint vissza, hiszen most már több mint 45 éve működik. 1975-ben nyílt meg az akkori sorházas lakótelepnek az egyik épületében. 11 teremben mutatja be ez a múzeum a hazai alumínium gyártás legfontosabb időszakait, legfontosabb termékeit. Nyilván technikatörténeti kitekintést is találhatunk itt, de a történeti vonulat mellett azért megjelennek az érdekességek.
például bemutatják azt, hogy az alumínium a mindennapokban hogyan jelent, illetve hogyan jelenik meg ma is. Tehát nagyon érdekes, mondjuk a Kiskanáltól kezdve, akár a hajón keresztül, amiről már ugye volt szó, rendkívül sok minden ma is egyébként alumíniumból készül. Elég, hogyha a köfémre gondolunk, ugye, hogy manapság is mi mindent, kerékterméket is most már gyártanak, ugye, ami azért jóval korábban nem volt jellemző, nem csak magyar, de világszinten sem. Tehát ezeket igyekeznek bemutatni a látogatók számára, illetve a közösségi oldalról is mindenki értesülhet a különböző programokról. Nyilván ezek most ugye a pandémia miatt elmaradnak, de érdemes egyébként például a múzeumnak a közösségi oldalát folyamatosan nézni. Az alumínium a mindennapokban sorozat, az például nagyon jó, tehát azt mindenképpen ajánlom. És tényleg tematikus rendezvényeik vannak, játszóházakat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek, amin keresztül bemutatják, hogy az alumíniumot napjainkban is hogyan lehet hasznosítani. Vagy a nagyszüleik idejében például mi minden készült ebből az anyagból. Érdemes mindenképpen megnézni. Korábban ez egy önálló intézmény volt egyébként, Magyar Alumínium Ipari Múzeum néven, ma pedig a Közlekedési Múzeumnak egyébként a része. Fülöp Krisztián igazgató úr nagy szeretettel vár természetesen mindenkit, és annak idején nagy örömmel adtunk mi is, mint Városkutató Intézet helyett az előadásuknak, ahol részben a köfémről, részben a múzeumról, és természetesen a bányászatról is szó esett, egy nagyon látogatott esemény volt, és én akkor is hangsúlyoztam, és most is hangsúlyozom, hogy érdemes tényleg ellátogatni ebbe a múzeumba, hogyha reményeink szerint majd valamikor kinyit. Még mindig ipar és albaipari zóna a következő. Erről is tudunk majd archív képeket is mutatni. Mióta működik ez az albaipari zóna a városban? Hát én amikor Bélát kérdeztem, hogy ez mióta létezik, akkor rögzült bennem is, hogy ez a 90-es évek elején indult meg igazából. Ugye, amit itt nem emeltünk be sem a képek közé, sem pedig a mondani valóba, de mindenképpen érdemes rátérni, az például a vállalkozói központnak az épülete és tömbje. Ez is a 90-es években kezdett kialakulni, hiszen ez korábban szovjet katonai terület volt, sőt, ez egy oktatási épülete volt egyébként az itt állomásozó, ideiglenesen itt állomásozó szovjet hadseregnek, és aztán lett belőle egy oktatási létesítmény, de már teljesen más profillal, illetve egy inkubátorházként kezdett el működni. Talán ez volt Fehérvárnak az első ilyen jellegű inkubátorháza a 90-es évek elején. Nagyon népszerű volt. És ugye ma is gyakorlatilag itt vállalkozásfejlesztési és oktatási tevékenység folyik. Rendkívül színes a kínálata. Az épület is ugye átalakult az elmúlt időkben, természetesen az is fejlődött. És aztán ennek a szomszédságában kezdett kialakulni ez az ipari zóna. Hogyha azt keressük, hogy hol található meg, ugye ez a Seregélyesi útnak a túlsó oldala, és jellemzően egyébként növényneveket kaptak ezek a kisebb utcák, ugye ahogy a Sóstói Ipari Parkban is például ott ugye a különböző nemzeteknek, illetve az országoknak a neveit viselik ezek az utcák, ezek növénynevek, ha jól emlékszem, akkor ilyenek vannak, hogy Zsurló, Kospor. Na, Béla egy kicsit jobban tudja, Menta is van talán, ugye ő a jártas ebben, hiszen a 90-es évek elején az első épületet, nem csak épületeket, az első épületet többek között ő tervezte és ő kivitelezte, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy mindenképpen hívjuk meg ide a stúdióba, hogy erről is beszéljen nekünk. Hát a rendszerváltás követően, de már azt megelőzően is Fehérvár egy kicsit ösztűzbe került a pénzes befektetők számára, de a rendszerváltás követően viszont a városvezetés úgy döntött, hogy erre föl kell készülni, és készítetett egy olyan tanulmányt a városszerkezeti terv birtokában ismeretében, hogyha itt jön az özönvíz, akkor hol lehet kialakítani minden tekintetben megfelelő iparterületet. Több olyan térség vizsgálata zajlott le, aminek a eredményét ma már azért láthatjuk. De mire kellett figyelni? De ahhoz, hogy egy iparterületet létrehozzunk, ugye meg kell közelíteni. Célszerűen főútvonal környezetében, nem baj, hogyha autópálya közelében van. Aztán meg kell nézni, hogy milyen energiákra van szükség, villany, gáz, víz, szennyvízkezelés, tehát a közművi lehetőségek. Meg kell nézni a környezetvédelmi paramétereit a várató iparnak. Meg kell nézni azt, hogy milyen geológiai, milyen geodéziai viszonyok vannak.
mondjuk, ha nagyon meredek, akkor nem biztos, hogy nagy csarnokot lehet építeni. Ha nagyon mély alapot kell készíteni, akkor nem biztos, hogy rentábilis a kivitelezés. Tehát sok-sok szempont alapján végül is elkészült egy olyan anyag, ami alapján Székesfehérváron egyrészt a meglévőknek, mondjuk a Vidorton környéke, vagy a Szent Flórián körút, ahol gyakorlatilag kereskedelmi létesítményekkel beépült, tehát a meglévőknek a tovább hasznosításával mi a lehetőség. Újak között említetted a Sóstot, valóban így van, Fehérvár egyik legnagyobb ipari zónája. Aztán jövünk a Seregés út felé, ott van egy déli ipari zóna, ahol azért már szépen alakulnak ott is a különböző üzemek. És hát a Seregési út, Budai út, arrébb nehéz félmöntede folytatásaként egy durván 70 hektáros terület vettük birtokba. Tudom, hogy 92-93 táján keresett meg a dr. Tóth Ferenc, hogy ajánlatot kéne tenni erről a dologról, és hát utána kellett lapozgatnunk sok mindenbe, hogy egyáltalán most mi az, ami, és amit elsoroltam, gyakorlatilag ezeket mind magunk elé kellett tenni. Elindult, és 94 februárjára elkészült egy előterjesztési anyag. Tudom, hogy annak a készítése során 37 szervezet és hatóság lett leültetve, 37, megvan a papírja, emlékeztetője, a névsora, akiknek nyilatkozati kötelezettsége volt. Nyilván volt ellenvélemény is, nyilván volt, amit korrigálni kellett, de hála Remetei Tibornak, aki sajnos már nincs közöttünk, az építészetét ő csinálta, sokat tanultam tőle, meg kell, hogy mondjam. Tehát gyakorlatilag elindult a rendezési terv, elindult ezt követően az infrastruktúra tervezés, amit erről a területről tudni kell, vannak ugye meglévő, egyúttal meghatározó, paraméterű dolgok. Ilyen például a geodéziai hajlat, ugye a köfém környezetéből, vagy az örekéről lejövő csapadékvíz, az kialakított magának egy folyókát, egy kis árkot, amit elneveztünk ájelő ároknak, nyoma van mindenféle történelmi dokumentumban, csak hát ugye ki kellett számolni, hogy milyen nagyságrendű víznek kell ott lezudulni, mondjuk zápor esetén, és az látszódott, hogy a mederhez hozzá kell nyúlni, hozzányúltunk, fenékborítás kapott, ezáltal meggyorsult a lefolyás. A víz szépen elment a dényési területre, ahol a víz megtette maga dolgát, letisztult, ott biológilag nem kellett vele különösebben foglalkozni, aztán Kajtori csatornán pedig a országos hálózatban szépen bele tudott menni. A másik, a Ikaruszhoz menő nagy nyomású, hadbáros nyomású gázvezeték, ami ugye azt jelenti, hogy annak van védőzónája, oda nem lehet házat tenni. Nyilván úgy tervezte meg a Tibor és munkatársai az úthálózatot is, hogy minél kevesebb keresztezés legyen, lehetőleg főútvonalat ne is legyen hadbáros gázvezeték. Ezek sikerrel végrehajtódtak, vízellátás Seregésre menő vezetéknek a megcsapolásával, a gáz, azt mondtam, villany Ovit állomástól a Köfémtől, 20 kilovoltos vezetékrendszer, kábelrendszer, földkábelrendszer, végigvezetve és visszavezetve, nyilván, hogy az áramlás azért meglegyen. Kijelöltünk helyeket 630-as trafóknak, tehát gyakorlatilag a 20 kilovoltból ugye a 400 voltig le kellett menni használható nagyságrendig. Gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon kemény munka volt, de elindulhattak az épületek. És az első épületet a Pordán Ferenc tervezte, a Karsai műanyagipari üzem. A Feriről most nem akarok beszélni, de nagy tisztelettel említem meg azt, hogy előre gyártott vázas, vasbetonpaneles épületbe is beletettem a kis tükreit, a finomításokat. Én mai napig is azt mondom, hogy a Feri egy építőművész, tényleg nagyon szép házat csinált, nem ez az egyetlen háza az ipari zónába, csinált egy kétszintes varrodát, és akkor már az én altervezőmként dolgozott a Feri, a Karsainak, nem Karsai, a Zámbó Csabáéknak, azt a kereskedelmi, azt a Ferde Torony, levágott torony házikot, Feri követte ezt el. A második voltunk mi, amikor a Karsaival szemben egy ilyen alumínium kereskedelmi, nagykereskedelmi cégnek a raktáriról épületét kellett elkövetni. Nem akarom felsorolni az egészet. Hozzáértük, úgy jellemezték abban az időben az albaipari zónát, hogy egyedi épületek sora. Most, hogyha elindulunk a Seregési útról befelé, akkor Nimbus, régi Nimbus, vagy a kőkereskedés, a kőburkolatú házzal,
sarkon egy festékes nagykereskedés, egy oszlák. Balra Zámbó Csabának az épülete, ruhagyár, egyedi nyomdák. Most hadd ne soroljam fel az épületeket, tehát nem az volt a jellemző, hogy kockaházak, nagy fesztáborsági épületek, hanem egy egyedi, különleges homlokzattal, épület tömeggel jelentek meg az épületek. Kettő olyan ház van, nem mondom a nevét, amiről most beszélni szeretnék. Az egyikbe a Köfénbe gyártott alumínium felniknek a minőségvizsgálata készült, mégpedig egy nagyon speciális úgynevezett penetrációs technikával. Ugye, ha azt megnézzük, azt a préselt, akármilyen technikával készült alumínium kerékfelnit, abban, hogyha hajszárepedés van, ő tragédia lett belőle, akár kamion, akár autóbuszra. És egy amerikai szisztéma szerint történik a vizsgálat a mai napig is, ami egy olyan speciális festéket fújnak rá, amit egy indikátor festék ki tudja mutatni, hogy fehér színnel meglátszik, hogy itt repedés van, zárvány van. Na most ennek kellett egy olyan üzemet tervezni, ezt szerencsére, hogy mondjam, sikerült én nekem megállapodni a megbízóval. Nagyon sok vizsgálatot csináltunk, ugye ez a penetrációs festék, kikutattuk, kinyomoztuk azt, hogy minél töményebb, annál jobban fölúszik a víztetére, mint olajszennyeződés lenne, és ez a sok-sok kísérletnek a végeredménye az, hogy csináltunk egy ülepítő rendszer sort, aminek a végén gyakorlatilag ki lehetett könnyedén szippantani ezt az üledéket. Az eredményéről annyit, hogy évente durván 100 köbméter igen szennyező iszapot kellett onnan elvinni, ennek a kísérletnek a végeredményeként olyan 8-10 köbméter leszűkült. Az egész épület belülről izolálva van, talajba sehova nem tudott elmenni, tehát azt gondolom, hogy ez fontos volt a környezetvédelem szempontjából. A másik inkább technikai unikum, ott épült egy ilyen 40-44 ezer négyzetméteres élelmiszer logisztika, ami ha arra gondolunk, hogy mondjuk egy 120 méter szélesség a technológia miatt az meghatározta, hogy be az anyag tovább, az anyag tárolás közte, 130, durván 128,5 méter egész pontosan a szélesség, az azt jelenti, hogy 300 méter fölötti a hosszúsága. Most gondoljunk el egy olyan raktárépületet, aminek vízszintes a padlója, és 300 méterre mondjuk a sík területen is van 1-2-3% lejtés. Ha csak 2%-kal nézem, akkor már 7 méter differencia van egyik és a másik vége között a terepben. Hát mi a teendő ilyenkor? Bevágunk, és itt meg föltöltünk. És a bevágáskor szépen elkaptuk a rétegvizet, és áldásos módon jött a víz. Mit kellett csinálni? Azt kellett csinálni, hogy alá drénezni. Nem ilyen pici csövekkel, hanem 15-18 centi átmérőjű drénezéssel van megfogva a víz, ami a mai napig is szépen szivárok, hiszen az átvezető út melletti övárokba gyönyörűen csurdogál a víz, tehát ezt meg lehetett így fogni. De mit csinálunk a szerkezetépítéssel? De azt jelenti, hogy ahol föl kell tölteni, és azért 32,5 méter fesztávolság, és ez a másik kuriózum, hogy 32,5 méter széles fesztávolságú főtartót kell egy alapozásra, egy pillérre ráterelni, hát olyan 4x4, 5x5 méter alapterületű pillérekről, szobaméretű pillér alapokról beszélünk, az a levegőbe lesz? Nem. Akkor jött egy fehérvári úriember, gyakorlatilag nevét kimondom, mert büszke vagyok rá, hogy ott segített nekünk, dr. Wagner Antal, aki elég közismert a szakmába, hát őt hívtuk ki segítségül, úgy hálából azért a befektető cég az európai létesítményekkel vitte magával, mert Tony ott letette névjegyet. Gyorsan kitalálta, nem gyorsan, azért sok-sok kísérlet azt is, hogy ott ki kellett választani, hogy milyen zuzalékből, milyen átmérő szemcsével, egyáltalán honnan lehet olcsóban beszélni. Gyakorlatilag egy olyan több rétegbe tömörített ágyazat készült el, amire mondjuk 3 méter magasságban, az eredeti terephez viszonyítva készültek el ezek az alapok. Az épület áll, mai napig is üzemel, és azt gondolom, hogy arra büszkék lehetünk mi itt fehérváriak, hogy ezt meg tudtuk valósítani. Az Alba ipari zónával kapcsolatban meg kell említenünk még egy autókereskedést is, hiszen a rendszerváltás környékén Székesfehérváron is számos autókereskedés kezdett el működni, és talán az elsők között volt nekem kedves emlék a munkám során, hiszen már a megnyitóján is dolgozhattam, most már kimondhatjuk, mert sajnos nincs az Opel Suna
épülete. Igen. Az egyik első volt, azt hiszem, annak idején. Aztán számos, a Ráczhegyen is lett több autókereskedés is, ami szintén meghatározta a város életét, hiszen az autókereskedők is több szempontból részt vettek. Ez az épület, ez a Seregés úton így épült. Igen. A fémmunkás előtti területre épült. Igen, ami esztétikailag is egy nagyon kedvező benyomást keltett. Bizony, és hát újdonság volt akkoriban azért ilyen módon látni az autókat, és hozzájuk jutni. Újak között volt, tehát a kezdeti első közötti, ő volt az első fecske ott a területen. Úgyhogy örülök, hogy szó eshetett róla is. Menjünk tovább, hiszen épületek is vannak még, amelyekről beszélnünk kell, aztán az iparhoz visszatérünk majd az Arév kapcsán is. Berkes lakótelep. Hát ugye a Berkes lakótelep egy érdekes létesítménye ennek a városrésznek. Ugye azt elmondtam az előző adásban, hogy alapvetően itt ugye a kis földszintes lakóházak voltak a jellemzőek, ugye a 30-as, 40-es évektől majd ezekről is fogunk képeket látni, viszont részben a köfém, részben pedig ugye a városban való terjeszkedés miatt azért szükség volt már a kezdetekkor társasházakra, tehát a 60-as, 70-es években alakult ki igazából ez a terület, és aztán a köfém lakótelep az már egy későbbi ütem volt ehhez képest, amikor már ugye a gyárnak igazából a munkás létszáma az jelentősen megszaporodott, feldúsult. Tehát ezek voltak a kezdeti lakótömbök, és aztán a köfém lakótelep váltotta ki igazából ezt a lakásigényt. További lakóházakról is tudunk néhány gondolatot megosztani a nézőkkel. Hát igazából ugye néhány régi villaépület, illetve nyaralóépület található ezen a környéken. Ezek jellemzően a 30-as, 40-es években épült kis sátortetős házak. Néhány helyen még látható az elhúzható ablaktábla, vagy annak a helye. Hát sok helyen sajnos ez már teljesen eltűnt, illetve ami itt a képen is látható, ugye sorházas munkás lakótelepnek az építésére sor került a 40-es évek elején, tehát ugye amikor még az iparosított építészet azért legalábbis a lakásépítés nem járt ennyire elől, és aztán hát jóval később kezdődött el ugye tulajdonképpen az ipari lakásépítés. Tehát ez egy sorházas munkás lakótelep, például az Adonyi út környékén ugye jellemző, vasutas lakóházak között is találkozhatunk ilyenekkel, például vidéken, tehát azokra hasonlítanak leginkább. Ugye ezek alacsony komfortfokozatúak voltak, és hát a kialakításukban is egyébként látszik, hogy ezek tényleg csak a minimális igényeket voltak hivatottak kielégíteni, viszont az akkori üzem ugye mégiscsak lakást biztosította a munkásai, illetve a tisztviselői számára természetesen. Tehát itt a Zombori út, illetve az egykori nyaraló a Szabadkai úton is megemlíthető volt. Igen, ugye a Zombori úti úgynevezett szövetkezeti ház sorban található meg ugye többek között az Alumúzeumnak az épülete is, amit kiemeltünk, ugye hát ezek egyen házak tulajdonképpen, amiket aztán a 90-es években tetőtérbeépítéssel láttak el, és a mai jellegzetes látványuk például a Zombori úti buszmegálló és a Budai út felől, az ugye már a 90-es éveknek a terméke, alapvetően ezek lapos tetővel vagy alacsony hajlásszögű tetővel épültek, és aztán később kerültek kiegészítésre. Illetve a Seregélyesi út környékén, ahogy a képen is láthatjuk, azért néhány jóval korábbi, már 20. század elejé, illetve még 19. század végi lakóház, illetve korábbi kis présház fennmaradt. Természetesen ezek még állnak. Tényleg ezek már a legritkábbak ebben a városrészben, illetve hogyha belegondolunk, ugye legközelebb talán a Berényi úton látható még két ilyen kis földszintes ház, az Öreghegyen ugye néhány, de azok is már sajnos pusztuló félben vannak. Hát látszik ugye ezeknek az állapotán is, hogy tényleg megviselte őket az idő, és én mondjuk nem vagyok az, aki olyan nagyon szokott sírni, hogyha egy épület átalakul. Nyilván az építészeti értékei azért valamilyen szinten megmaradnak, de ezeken például látszik az eredeti állapot. Ugye a Ráczhegyen is ma már sok olyan korábbi présház pince található, amiket mondjuk az utóbbi néhány évtizedben vagy az utóbbi években átalakítottak, hát nem mindegyiket előnyére egyébként.
Ráczhegyel kapcsolatban többször említettük már a rendszerváltás környékét, és ezek bennem is emlékeket indítottak el, hiszen a Ráczhegyhez köthető az első olyan nagyobb kereskedelmi egység, ha szabad ezt a kifejezést használni, ami már a nagy élelmiszer áruházt jelentette, vagy egy építőipari áruház, egyik sincs már, úgyhogy akár ki is mondhatnánk a nevét, hogyha az élelmiszer áruház nevére emlékeznék, de tudom, hogy az a piros épület volt az első ilyen, amikor bementünk, és diszkont jelleggel hatalmas nagy polcokon tudtunk vásárolni. Újdonság volt. Újdonság volt bizony, és hát a másik pedig a Baumax áruház, ami sajnos már nincs. Tehát tulajdonképpen a város ezen részén jelentek meg az ilyenfajta kereskedelmi létesítmények is elsőként igazából. Ez volt a műsorvezető kitérője, és elnézést kérek. Én is nosztalgiázom egy kicsit itt a rendszerváltás időszakára, de az arévre vissza kell térnünk, hiszen a műsoridőnk azt hiszem hátralévő részében muszáj az arévről beszélnünk, hiszen ez volt a másik olyan ipari üzem, ha üzemnek mondhatom, ami nagyon sok embernek adott munkát, de ez csak az egyik része, de az arév munkája nagyon sok helyen jelenik meg a városban. Igen, hát az arév elődje 1949-re nyúlik vissza, egy Székesfehérvár magasépítő nemzeti vállalat néven alakult meg egy szervezet, rá egy évre 71/1-es állami építőipari vállalat néven folytatódott tovább. Ez a hivatalos verzió. Nem hivatalos verzió, amikor az arévtől mi örököltük az arév baráti kör a különböző dokumentumokat, levelezést, anyagokat, fényképeket, és elkezdtük digitalizálni, feldolgozni, akkor kerültek elő olyan papírok, amiből kikövetkeztettük azt, hogy előtte is volt építőipar a Fehérvárnak, mondjuk kisbetűvel mondva az építőipart, hiszen ilyen szövetkezeti formába magánvállalkozók összefogtak, és ezt onnan tudjuk, hogy mondjuk az egyik nevét nem tudom, lovaskocsit vitt be ebbe szövetkezésbe, és mondjuk 29 forintról kapott igazolás, hogy annyi forint értékű lovaskocsit vitt be. Sok ilyen papírunk van, hál' Istennek. Tehát visszatérve, gyakorlatilag 1955-től hívták úgy a céget, hogy Fejér megyei állami építőipari vállalat. Nem akarok sok dátumot mondani, de kettőt mindenképpen megemlítek. 1962-ben egy Somogyi László nevezetű aktív fiatal ember került oda, először műszaki osztályvezetőnek, rá egy évre főmérnökként. 64-ben egy Kis József nevezetű úr került oda, aki gyakorlatilag igazgatói beosztásba. A legendás. Én 1969. szeptember 1-én kerültem a céghez. Szerintem életem egyik legjobb döntése volt, amikor ide vertem le a sátorkoromat, és itt éltem idáig, és gyakoroltam a szakmát. Családom is itt él. Én akkor már úgy szembesültem az fájével, bocsánat, hogy központi telephelye volt, üzemek működtek ott. Ez a cég akkor már technológiai üzemszervezésbe dolgozott, tehát hogy egy házat föl kell építeni, kell mélyépítés, meg volt a mélyépítőfőüzem, kell valami beton dolgot is csinálni, meg volt a betontechnológiai főüzem, kővesfőüzem, villanyos, most nem akarom felsorolni, és kezdő mérnökként ebbe egy belecsöppentem. Először a központba kerültem a vállalkozásra, és mondjuk hónapokon keresztül, egész pontosan 3 hónapon keresztül beárazott költségvetéseket kellett ellenőrizni, hogy az 18x22 az, ami eredményként oda van írva, és legnagyobb meglepetésemre november végén Somogyi úram beivatott magához, és elmondta, hogy elsőjétől a betontechnológiai főüzemhez mész dolgozni, gyakorló mérnök leszel, és az a dolgot, hogy beton legyen, habarcs legyen, az ácsoknak munka legyen, a vasbetonszerelőknek szakmai felügyelet. Gyakorlatilag beledobott a mélyvízbe. Akkor még nem tudtam, de hát aztán megismertem az embereket is, nem tudtam, hogy a cég akkor már lépett egy nagyot, nagyon nagyot a technológiai fejlesztés területén, megrendeltek egy alagút-zsalus rendszert, a franciáktól a batimetál alagút-zsalut, és az akkor már Füreden dolgozott, az Égszínek akkori ilyen építési szervezési cégnek készültek a nyaralók, és aztán az következő évben
2001-ben Fehérvárra került, és természetesen az is hozzám tartozott. Alba Régia Hotelt készítettük vele, és hát, az, hogy mondjam, igazándiból ott ismerkedtem meg azzal, amiről az egyetemen 2 percnyi dolgot nem adtak elő, tehát az élet az nagyobb tanár, mint sok tanárbácsi, ez egyértelmű. Tetszett az ebben a rendszerben, az aggódzsoló rendszerben az, hogy a tél sem okozott olyan problémát, mert hiszen le lehetett ponyvázni a végeit az alagútnak, be lehetett tenni kókszkosarakat, fűtés, akkor még nem voltak ilyen mindenféle csili-vili fűtőberendezések, és itt kezdtünk el arra kísérletezni, hogy most az a 6 alagút szerkezet, hogy jó, hogy bezsaluzunk, elhelyezzük a vasat, egybe bebetonozunk mindent, vagy hogy forogni tudjon, és minden iparág, aki azon részt vesz, dolgozni tudjon, kettesével csináljuk. És kiderült az, hogy amikor 2 hétnek a terminusát átvizsgáltuk, akkor ez volt a jobb. Tehát minden iparosnak dolga volt, vasszerelő, volt, aki a kábelezésbe fűztett, tehát most nem akarom ragadni az egészet. Ezt követően eljutottunk oda, hogy a garzóházat építettük, most sorba lehetne vinni. Cégre szeretnék visszatérni. Tehát ennél a cégnél azt láttam, hogy van a cégnek egy olyan irányító embere, aki a szervezésben profi. Ez volt a Józsi bácsi. Volt ennek a cégnek egy olyan második vezetője, aki a fejlesztési vonalakat uralta, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, jó hozzáértően, nagyon szimpatikusan. És hát van egy olyan középvezetői garnitúra, akik fölülről irányítottan és hozzáértő módon profi szakemberek módjára vitték a céget. Eredmény. Ez a cég eljutott oda, hogy országos szinten első, maximum harmadik helyre a termelékenységbe, termelési értékbe jutott el. Olyan fejlesztéseket hajtott végre, és ez köszönhető mondjuk a vezető kollektívának, ugye mi a célja egy kivitelezőnek, milyen fejlesztéseket akar, amikor kevés a létszám, akkor ugye élőmunka, kis élőmunka igényű technikákat, technológiát kell bevezetni. A ház téglából meg betonból épül. A téglát azt nem lehet gyorsítani, a téglarakást, viszont a szerkezetépítés, mondjuk egy hagyományos vagy beton szerkezetépítés lehet. Amikor még a domus csináltuk, és deszka zsoluval volt összepakolva minden, hát ugye akkor, amikor éjszaka is ment a beton, mert folyamatosan kellett dolgozni, akkor ácsoknak is bent kellett lenni ügyeletbe, hogy netán elszakadod a drót, amivel a zsolut összekötötték, ne folyjon ki a beton. Aztán eljött elindult a táblázsaluzat. A táblázsaluzat már hozott annyi előnyt, hogy összerakták csavaros kötéssel, megfogta, nem kellett attól tartani, hogy szétcsúszik. Ez még mindig csak egy zsaluzási mód. És akkor jött ez az alagútzsalónak a folytatása, a lipslap technológia. A lipslapről annyit, hogy eredetlen egy magyar szabadalom, a Sámsondi Kis Véla nevezetű építész, az a 33-34 körül szabadalom azt tette ezt a találmányát. Róla azt kell tudni, hogy olyan unikum építész volt, mert gipszkartonból gyártott olyan épületelemeket, amit bemutatón fehér kesztyűs hölgyek rakosgattak össze, illusztrálva azt, hogy ez az építőipar nem egy olyan nagy ördögűség, ezt hölgyek ügyes kézzel is meg tudják csinálni. Működött a dolog, csak hát nyilván nem ipari méretekben. Lipslapre visszatérve, gyakorlatilag egy Európában nem volt sikere, kiürült Amerikába, hát igazándiból ott sem lehet egy siker, mert most a szerkezetépítés lényegét elmondom az, hogy a terepszinten legyártjuk, ahány szintes az épület, legyártjuk a födémet, hidrolika fölemeli, alá pillérezünk, és gyakorlatilag a váza már áll. Amerikában az egész pillércsomagot, vagy födémcsomagot fölvitték a tetejére, és ugye gomba működött, fej fönt van, és történtek azért károsodások, nem volt népszerű. Világon keringett ez a dolog, 70-es évek elején fedezték föl főnökeim, Somogyi Lászlót illetően, hogy Bulgáriába, Plovdivba csodálatos épületeket építenek a technikával. Hát akkor kiküldött egy stábot, köztük engem is, és hát azzal a hírrel jöttünk haza, hogy ez nálunk is működésképes tud lenni, és tudom, hogy a 22-es IV volt az első olyan vállalkozó szellemű cég, aki Budapesten ezzel a technikával, a bolgároktól bérelt vagy idehozott technikával raktárépületet építettek. Hát közben már ezek is team leültettek minket az asztalhoz, és tervezni kellett.
És így készült egy Fehérváron, a Fecskeparton, bátran kimondom, hogy az ország első lifszleves lakóháza. A födém statikáját én csináltam, Józsi bácsi leánya pillér statikát, Schmidt Jancsi volt az építész, tehát szó szerint kalákába követtük el, és akkor én már a betontechnológián sok mindent csináltam, és a szerkezetépítés is a miénk volt. Hát aztán, hogyha végignézünk a városba, hogy mi minden készült ezzel a technikával, lakótelepek készültek, és rengeteg épület, Balatonon, stb. Cégre visszatérve, nem csak fejlesztett a cég, hanem a szakmai utánpótlásról is gondoskodott. Nagyon komoly tanműhely állománya volt a központi telepen, ahol asztalosok, villanyszerelők, hadnesőrök, milyen szakmabeli képzések voltak. Nem volt olyan gond, hogy most nincs három könyves, mert ott volt az utánpótlás. Szociális gondolkodás. Ez a cég gondolkodott az emberekről, ugye nagyon sok ember vidékről járt be. Munkásszállót épített, hogy ezt erősítsen. Lakótelepeken épített, lakótelepeket képező házakat épített. Én valamikor a Papagájtelepen kezdtem, az ottani házban. Fecskepart, Munkácsi utca, csak néhány, Széchenyi utca. Hány száz lakást épített a dolgozóknak? Szórakozás. Bodajkon turistaház, Hévízen gyógyszálló, Agárdon üdülő, Balatonvilágoson vízparti üdülő. Megvolt a lehetőség, aki akart, feliratkozott és pihenhetett, családostól szórakozott. Tessék mondani nekem, hány ilyen vállalat van az, volt abban az időben, ahol ilyen szinten gondolkodtak az emberről. Itt dolgozó emberek mai napig is úgy emlegetik a Józsi bácsit, úgy emlegetik a munkatársakat, hogy pozitív jelzőkkel. Jól emlékszem, van olyan sportcsarnok a városban, ami valamikor az Arév nevét viselte? Hát nem csak a nevét viselte, hanem ez is egy olyan építéstechnika, ami nem túlzottan nagyon terjedt el, ez a kábel lefedéses dolog. Erről azt kell tudni, hogy ez egy 40x40 méteres lefedésű dúl van, 1600 négyzetméteres, ugye Dulci nagy sportember volt, kosarazott, és az ő keze ebbe bőven benne volt, és gyakorlatilag az én munkatársamok, a fejlesztés osztályvezető volt az én munkatársaimnak köszönhető, Temesi Miklósra nem mondjak neveket, ez egy olyan közösséget alkotott, igényelt csapat volt, aminek az volt a végeredménye, hogy ugye a pillérekre ráhúzott kábel, hát mint egy Erzsébetinek a kábel szerkezete, csak ez csarnokként lett megépítve. És sikeresen jól működik. Mai napig áll az épület. Nagyon sok mindent tudtunk mondani, csak a Ráczhegyről, és közben végig is futott a fejemen, hogy hány városrészt érintettünk már, és még mindig milyen sok van hátra, hogyha visszagondolok. Műsorunk lassan a végéhez közeledik, úgyhogy Váci Márkhoz fordulok ismét. Következőkben mivel fogjuk folytatni a Városrészek titkai című sorozatot? Következőkben ugye a rádió műsorban már volt szó róla, az Almási telepről, illetve a Videótonról és környékéről fogunk beszélni, némileg érintve a felsővárosnak a szélét, a Pestispincék környékét is, hiszen területileg ez is ide tartozik, tehát azért szőlőművelésről, kertkultúráról megint csak lesz szó, hát a belváros leszámítva szinte bárhol, bármelyik városrésznél lehet erről beszélni, természetesen építészetről, lakásépítésről épp úgy, ugye Béla említette például a Papagájterepet, vallási életről szintén, ugye az Almási telepi egyházközség kapcsán, természetesen az oktatásról, illetve hát iparról is ugye a Videóton révén mindenképpen, és majd a Videótonnál is látni fogjuk, hogy mi mindent adott a városnak, és mi mindent adott a dolgozóinak. De hogy hadd zárjuk akkor az Arévvel, ha már egyszer itt az adás vége van, én nagyon örülök annak, hogy az Arév Baráti Kör Egyesület tagjaival megismerkedhettem Bélával, Kis Lajossal, Nagy Jánossal, Virág Zsuzsival, aki egyébként szíve lelke ennek a társaságnak, és tényleg egy nagyon jó kis csapat. Én nagyon örülök annak is, hogy ilyen kis tiszteletbeli tagja lehetek ennek a körnek, bátran mondhatom. Amikor annak idején fölmerült az ötlet, hogy akkor az 50 éve történt kiállítást mutassuk be a Technikaházában, akkor hatalmas nagy lelkesedés fogadta ezt az ötletet, rengetegen megnézték a kiállítást, megnyitó előadáson több mint 70 ember ott volt, aminek mondjuk a 90%-a egyébként volt a réves, tehát azért ezt is el lehet mondani, nagyon összetartó csapat, és aztán amikor ezt meghirdettük egy hónapra,
akkor két hét után láttuk, hogy ez kevés lesz, úgyhogy még egy hónapra meg kellett hirdetnünk, és az volt az egyik legfontosabb esemény, amikor a technikaháza még a múzeumok éjszakáján is nyitva volt, és Szendrői Péter, az Arév egykori emblematikus alakja és az Arév Baráti Kör Egyesület tagja volt az, aki velem együtt ott őrizte a kiállítást és fogadta a látogatókat. Nagyon sokan megfordultak egyébként csak azon az egy estén is, úgyhogy érdemes volt ezt megtenni, és hát mondhatjuk, hogy most már 55 éves múltra tekint vissza ez a cég, és hát most már azért évtizedek óta működik maga az egyesület is, és remélhetőleg ez így is marad még nagyon sokáig. Úgy legyen. Műsorunk ezzel véget ért, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Kálmán Bélának, hogy az elmúlt két részben részt vett, és ennyi mindent megtudhattunk ismét a városról, és természetesen köszönöm Váci Márknak is, akivel folytatjuk a sorozatot természetesen. Kedves nézőink, Városrészek titkai című műsorunkban Székesfehérvár Ráczhegyen jártunk. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!